Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Most egy olyan játékot fogok tudni nektek bemutatni, amit igazából eléggé várok, hogy megjelenjen. Nem azért, mert én már tudok vele játszani, de ez egy olyan játék, amit igazából közösségben nagyon jó lehet majd együtt szórakozni. Ez pedig a Forevier Bowl készítőinek a következő játéka. Ugye ez egy ilyen bowlingos pálya volt, vagy játék volt, amit a vrhír.hu-n el is tudtok olvasni, meg is tudtok nézni. De ez már nem az a játék, tehát ha körbenéztek, nagyon hasonlít a menü, hogyha esetleg ismeritek a Forevier Bowl-t. Ez a játék viszont a Forevier Darts. Tehát a lényeg az, hogy itt dartozni fogunk, tehát itt látjátok, itt van a kezemben egy dart, és ezt fogjuk játszani, és sőt, ami már most feltűnhetett nektek, az az, hogy ebben a játékban a saját kezünket tudjuk használni, szóval, mit látjátok, így a ujjaim megjelennek a játékban, ha így tartom a kezem, akkor hopp, nem mindig sikerül, ügyesen kell dobni, de akkor lehetséges célozni, és mondjuk ezt a bácsit ott, talán még vérzett is, nem tudom, de nem vette észre. Hopp, na, nem annyira könnyű. Ugye az Oculus Quest 2 támogatja azt, hogy a kezünket használjuk, hogyha a menüben vagyunk és bizonyos játékoknál. Ennek a technológiának viszont vannak bizonyos limitjei, méghozzá az, hogy a kamerák, amik itt vannak szemüvegen, látják-e a kezünket. Szóval fejlesztők megpróbálhatnak trükköket, hogy egy kicsit gördülékenyebb legyen a játék, de amit a kész tracking éppen tud, ami minden hónapban kap szinte frissítést, hogy egyre jobb és jobb legyen, tehát azt nem tudják átlépni, tehát itt nem fog működni a kezem, hogyha magam mellett jobbra van, de ha így valahol előttem, akkor természetesen működhet. Szóval a lényeg az, hogy a Forevier Darts próbálja ezt használni, illetve ugyanúgy a kontrollereket is elő lehet venni, és avval is lehet majd szórakozni, hogyha akarunk, és avval is lehet majd lövöldözni. Természetesen ilyenkor a kezünknek a animációi nem lesznek olyan összetettek. Szóval, a Forevier Bowl készítői nagyon jól ráéreztek arra, hogy hogyan kell ilyen party játékot készíteni, tehát amikor többen összegyűlünk, és gurítgatunk, beszélgetünk, és úgy el vagyunk. Szerintem ez így tök jó közösségi élmény, tehát ha barátokkal játszol, akkor ez egy eléggé jó kis játék a bowling. Bármikor tudom ajánlani, hogyha van egy-két barátotok, akivel szeretné játszani, akkor én javaslom, hogy vegyétek meg. De ez a játék egy kicsit olcsóbb is lesz annál, és ugye itt már a dárcozás élménye lesz a lényeg. Most megjelenés előtt vagyok, most volt egy frissítés, ami lenullázta a dolgaimat, szóval ez már egyszer korábban próbáltam, csak aztán még be is jött az is, hogy sajnos koronás lettem, szóval elég rég játszottam vele, de a lényeg az, hogy hopp, itt van előttünk a menü, szóval hogyha különböző játékmódokat akarunk csinálni, akkor itt tudunk választani. Van itt tutoriál, egyszemélyes játékmód, akkor természetesen a gép ellen játszunk. Van multiplayer, van pass and play, tehát amikor itt vagyunk többen egy szobában, és akkor én leveszem a szemüveget, odaadom neki, ő is leveszi tovább, hogy a négy játékos tud úgy játszani. Illetve van egy ilyen throw practice, amivel lehet gyakorolni, hogy tudjál különböző dobásokat csinálni. Ő nem csinál semmit, ő szerintem csak itt van, és azt hiszem, hogy mobilját nézegeti. Fogalmam sincs. Itt van mellettünk egy állomás. Itt ez egy YouTube böngésző, lejátszó. Tehát, hogyha itt például kiválasztok egy zenét, akkor a YouTube bejön, és itt szépen tudjuk a bármilyen YouTube-os zenét lejátszani. Ennek az egésznek az a hátránya, hogy
Nem annyira sok hátránya van, tehát szépen be lehet pöttyögni a dolgokat, bár gondolom így. Igen. Tehát nem az a dolog, hanem hogy jelen pillanatban az a hátrány, hogy jogvédett zenék vannak itt a valószínűleg a YouTube-on, szóval ezzel nem szórakozok. Amúgy a játéknak van saját zenéje. Nagyon-nagyon jó zenéi vannak, viszont én kénytelen voltam ezeket a zenéket teljesen lenémítani, hogy ez a videó egyáltalán megjelenhessen YouTube-on. Szóval azért ilyen ném, tehát nem, valószínűleg majd rakok zenét alá, amikor vágom a videót, nem nagyon fogom megvágni, de rakok alá valami zenét, az nem a játék zenéje. Tehát a játék zenéje teljesen más. Ha balra eljövünk, akkor különböző dárcokat lehet szerezni, amiket ki is lehet próbálni. Tehát ezek az alapdárcok, amik nekem megvannak az én arzenálomban. De ha gyűjtünk pénzt, akkor itt lehet látni a pénzünket. Ha gyűjtünk pénzt, akkor különböző fajta, meg fejlődünk, mert itt van, hogy egyes szintű vagyok. Mondom, lenullázódott, tehát resetelődött az egész. Tehát ha gyűjtünk pénzt, akkor tudunk különböző dárcokat venni. Mint látod, van egy ilyen kis célkereszt megjelenik. Szóval van egy ilyen könnyítés a játékban, hogy lényegében oda fogja dobni, ahova akarod. De nem kell megijedni, mert az a helyzet, hogy ebben a játékban van nehézségi fokozat állító, majd látni fogjátok, tehát ezt ki lehet kapcsolni, ezt a segítséget. Tehát nem muszáj ebben játszani, viszont ez ilyen nagyon kezdőknek jól jön. Jó, tehát itt ki lehet próbálni a különböző dárcokat, mint lehet látni, van japános is, hopp. Hagytam, megfogtam. És akkor mindegyiknek más a súlya, látod, hogy 21 gram, 23 gram, 28 gram, 31, 51 gram. Hát és különböző változatok vannak. Van ilyen rover, Mars rover, meg ilyen kis pici. Mindegyik más, szóval ja. Lehet forogni úgy, hogyha így tartom a kezem, akkor forgok. Illetve hogyha így rám markolok így a területre, ahol menni akarok, akkor oda megy. Szóval vannak ilyen lehetőségek arra, hogy mozog a virtuális térben a kézkövetéssel együtt. Szóval, hogyha valami tetszik, akkor rámész fél egy single player, és akkor itt van, nézd, hardnál oda van írva, hogy pro darts only with no throw assist. Tehát nincsen assist, amivel ilyen célkereszt jön be, hanem tényleg csak a tudásod, a dobás tudásod számít. Én most azért a médiumra megyek, mert én nem vagyok profizártos. Hopp, ja, ebbe kéne. Le vannak zárva nekem a pályák. Azt hiszem, hogy csináltam videókat a többi pályáról is korábban. Ó, ez új. A múltkor még ez nem volt. Aha, szóval ja, ez már a frissítés. Szóval a lényeg az, hogy vannak, van például egy ilyen Mars, meg most már úgy tűnik, hogy van Las Vegas-os pálya, szóval azon lehet menni, de kiválasztod, és akkor ki van választva a nehézség, stb. Double out, ezek a szabályok, nem mintha nagyon értenék hozzá, de elmegyek a pubba, és akkor ott fogok tudni mindjárt játszani, ha betölt. Jó? És akkor megmutatom, hogy milyen a játék. Ez nem egy bonyolult játék, tehát amúgy nem tudom, miért nekem jobbra soha nem szokott fordulni. Mindig csak balra fordul, de jobbra nem. Megpróbálom beállítani. Na, nem, ez nem így jó. Valahogy talán azt hiszem, hogy lehet az, hogy beálljon line up. Aha, beállt ide középre, szuper. Itt az ellenfelem, Joe Foreviar, szevasz, szia. Őt fogom most kihívni. Itt lehet látni az előre bekészített dárcaimat, mint ugye láttátok ott a dárc vásárló padon, ott lehetett tizen, és itt látjátok, négy emberrel tudok játszani egyszerre, hogyha négyen vagyunk. Jó, és akkor rányomunk a Start Game-re, és a szabályok azt hiszem valahogy úgy vannak, hogy 301 pontnál kell, hogy megálljak.
És valahogy össze kéne szednem annyi pontot, várjál, megpróbálom 20-as tripla, azt hiszem az a tripla sikerült, és a lényeg az, hogy én érjem el hamarabb a végét, ne ő. Ez csak 20 pont volt. Talán még nem állok rosszul. A két követésnek nagyon jól kell, hogy legyen a fényviszony. Tehát, hogy nem az van, hogy csak úgy bármilyen fényviszony működik, hanem nagyon jónak kell lenni. És megpróbálom középre dobni, hát ha úgy hamarabb meg lesz. Bullseye, oké. Okay. Szóval... meg nem szabad túl sok tárgynak se lenni szerintem előtted, hogy tudja követni a quest a kezedet. Tehát nem annyira egyszerű ez a kézkövetés technológia még a questnek, de már lehet vele szórakozni. Na! Szóval én nem hiszem, hogy sok van már hátra nekem, de nem tudom, hogy... Azt hiszem, hogy duplával, vagy pontosan annyival kell kilépnem, nem tudom, hogy van pontosan. Szabály. Most egy 50-es lenne, és mondjuk itt dupla 4-essel ki lehetne lépni. 33-mal. Double out, tehát duplával kéne kilépnem. Akkor mondjuk ezt a 3-as ezt leszedem, hogy ne legyen, és akkor most 30-ak kéne ezt a dupla 15-tel. A dupla 15, gondolom van 15-es azon a valamint, de nem tudom, hogy hol, 14, 20, 18, ott. Aha, és mutatja is, hogy oda kéne dobnom. És sikerült. Szerintem most arra várunk, hogy ő is dobjon. Én vagy, én nyertem, yeah! Na, van a kis ujjam. Yeah, nyertem, yeah. Szuper! Szóval, ja, és akkor... itt van, hogy lépek szinteket, szépen kapom. Mondom, régebben nagyobb szintű voltam, mert ez már megvan egy hete, vagy másfél hete talán ez a próba verzió, csak azóta frissül, és koronás voltam, nem tudtam vele játszani, és nem tudtam bemutatót készíteni. Na most jöjjön a izé, most játszok egy újat, de most a kezemmel. Szóval, ja, nézzük meg, hogy mit tudunk ebben kihozni. Na! Ja, rá kell nyomnom a startként. Amúgy nem kell oda nyúlni, elég, hogyha kézbe veszem így a dolgokat és stb. Szóval, mint látjátok, ugye nagyon jó, vagy hát ez sokat segít ez a célzásos dolog. Hogy tényleg oda menjen, ahova szeretném, de... minél könnyebb fokozaton vagy, annál pontosabb az, hogy hova fog menni, tehát... azért az is számít. Illetve mert gondolom ezeknek a cuccoknak a súlya is fontos, tehát hogy... mennyire erősen kell meglöknem ahhoz, hogy pontosan oda menjen, ahova akarom. És mondom, nehezebb fokozaton... ez... vagy könnyebb fokozaton pontosabb... nehezebb fokozaton meg már nincs is ilyen segítség, szóval... egyelőre vezetek, szóval... hoppá, ezt erősebben kellett volna megdobnom. Egyelőre nem állok olyan jól, de még jobban, mint ő. Három dobásom van, látom ott fönt. Nem sikerül, hogyha semmi, hogy oda menjen a valkalom. Nem. Nem, ugye egyesek meg, mert ez elég kárt. Na. Dobjad már az utolsódat. Néha egy kifajultam még, de lehet, hogy ez majd később jobb lesz. De ez csak a botnak a... csodája. Ez most jól sikerült. 25-ök. Csak 25-öt él. Nem annyira sok. Na nézzük. Nem állok rosszul, de hát még bármi lehet. Picit lassú vagy, haver. Fel lehet adni, hogyha úgy van, de... na nézzük. Még egyszer. Hopp.
megpróbál... Val... ki lehetne lépni? Vagy hogy? Most már nem világít, de nem világít. Nem volt, mintha ki lehetett volna lépni. Na, 16 az azt jelenti, hogy dupla 8-assal szerintem kiléphetek. Aha, már ott világít, hogy dupla 8-as. Reméljük, hogy meg lesz majd. Nem biztos, hogy sikerül, de... Elsőre. Hát akkor ennyi volt, nyertem. Win. Nem tudod, itt már nem tudok olyan lépletes kézmozdulatokat csinálni, mint kontroller nélkül, de minden esetre működik. Hát ő még itt próbálkozik, és... Na? Na? Na, néha így kezdve megáll, de nem baj, megpróbálta. Na, nyertem, szuper. Ugye van élőzenekar, csapós, és az az érdekes, hogy ez úgy működik, hogy kicsit lassú a séta amúgy, hogy ezeket az embereket ezeket az embereket valahogy ki lehet hívni. Aj, nem mondod, hogy hát megpróbálom. Nem tudom, azt akartam, hogy oda akarok teleportálni, de még nem tudom kihívni. Á, új dárcom van ugye, mert magasabb lett a szintem. Na, szóval ezeket az embereket ki lehet hívni. Tehát most például már ő az ellenfelem, itt lehet látni, hogy ő vele még nem játszottam, de ő legendári nehézségű. Tehát, hogy így nem lesz az olyan könnyű. De nem baj, megpróbáljuk, tehát nézzük meg, hogy mit lehet kihozni belőle. Az! Itt nagy lúz lesz nekem. Még ilyen izé hangja is van, ilyen tászoló hangja van, nem tudom. Már 121-nél tart, én még el se kezdtem. Ó, oh, tripla egyes, de jó vagyok, azt a mindenit. Na, ez még elsőbbig. Hát, egy hamar ki fogok kapni tőle. Ja, már szerintem vesztettem. Ja nem, még van egy 24. Ja. De ez miért nem sikerült? Szóval, na, basszus. Na, itt van, mennyi. Ügyes voltál, megpróbáltam. Na, legalább búzzája fejeztem be. Na, nézzük az eredményt, második hely, ja. És hármas szintű lettem. Új. Ilyen izém lehet, azt annyi. Na, go to lobby. Szóval, valójában ennyi a játék, tehát hogy így tényleg nem kell semmi nagy extrára gondolni, fogod, dobod a dárcot, és akkor ennyi. De az a lényeg, hogy hosszú, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogyha többen vagytok, akkor viszont egészen sokkal több lesz a játék, mint az, hogy csak így állsz és dobálsz. Amúgy meg is nézem, hogy... Most megmutatom például olyan, amikor easy-n dobálsz, hogy sokkal kisebb lesz a kör, amiben célba tudsz találni, tehát könnyebb lesz még jobban célba találni. Tehát van ilyen is. Most tényleg ez csak a dobás gyakorlás. Nézd így... Elméletileg könnyebben célba megy, hát valóban nem tudom, hogy tényleg könnyebben célba megy-e, de szerintem igen. Mit csinál? Mi az? Jaj, azt hittem, hogy egymásban... nézzük, sokkal könnyebben oda ment. Két triplát dobtam tök könnyen, szóval az előbb meg egyet se sikerült. Látod, ugyanígy itt van az easy, ő hard, és akkor úgy ki tudod hívni őket, hogy... Vagy egy kis szórakozás nyújtsanak, médium,
vannak képek. Tehát ugye amúgy nagyon hangulatos, főleg, hogyha megy a zene. Tehát, hogyha nagyon megy a zene, meg itt tényleg többen vagytok, akkor tök jó, itt vannak, hogy a játékosok, meg tényleg minden, tényleg nagyon jó. Most visszamegyek a lobbyba, és most bemutatom, hogy... nem ez a... Most bemutatom, milyen az, amikor a hard van, tehát, hogy amikor nincsen célzóka, hanem tényleg nekem kell... Nem practice-t akarok, single player, megint easy. Na go. Megint kihívom az easy srácot mellettem, aki bénázgatott. És akkor vele megyek. Ó, oh, hard vagy, nem akarok vele játszani, veled akarok. Jaja. Na nézzük. Amúgy a játék Quest 2-re érkezik, szóval... Vagy Questre. Ó, nézd csak, 101 pont. Ez csak single out? Itt már nem double, hanem single out. Az hogy működik? Igen, és akkor már csak... Várjál, de nem hardon vagyok? Azt hiszem, hogy... Ó, dupla egyes dobtam, hogy lehetek? Hogy lehetek ilyen béna? Hogy csinálhattam ezt? Csak egy sima egyes kellett volna dobnom. Nem hardot nyomtam? Mert most olyan könnyű, hogy nem tudok, hogy... Elméletileg... Nyertem, tehát... Vagy a szabályok hát... beletüsszentettem a fületekbe. Na várjál, visszanek a lobbiba. Elméletileg a rásegítésnek el kellett volna tűnnie. Hogyha halantra megyek. Single player. No throw assist. Igen. Hard. Ja. Lehet, hogy valami még nem úgy. Amikor próbáltam, akkor jól működött, tehát nem jutom, akkor nem volt ilyen. Nem volt ez, hogy... Na most már nincs assist. Most már nincs assist. Most már tényleg én vagyok, és a... és a dobás tudásom, szóval... Igen, ebből nehéz lesz majd valami jót kihozni, de megpróbálom. Figyelj, haver, én most Joe. Cheap Joe. Én most át fogok váltani nehezebbre, mert ez túl bánja nekem. Át fogok Joe váltani egy közepesen nehézre, mert ez túl nehéz. Hopp! Aha. Aha. Nézd meg! Tök jó, már olyan, mint hogyha úgy játszanék, ahogy kell. Joe, egy kicsit lassú vagy, pörgess fel magad. Úgy ilyen, úgy van, jó van. Tényleg úgy reagált, mint hogyha miért mondok, meglepődnék, hogy... De... Technológia sok mindenre képes manapság. Na! Így kell lesz, így. Várjál, leveszem a kontrollert. Akármikor lehet váltani. A kéz ereje, az mondjuk néha egy kis idő kell, hogy a kontroller részre legyen, hogy nem azt akarom használni, vagy a Quest. Halló? Nem érdekel a kontroller. Hallod? Nem érdekel a kontroller. Add ide a kezem. Add ide a kezem! Add ide a kezem. Na, végre! Megkaptam a kezem. Hallod? Na. Oké. Okay. Hopp. És framerate problémám van, de... Túl egy... Basszus! Már majdnem. Na, ezek a... Nézd meg! Nézd meg mindegyik hova ment! Nézd meg! De szívás! Na, vissza. Vissza. Na, még egyszer. Na, legalább egy 10-es. Majdnem egy tripla 20-as, hogy nem jó.
Tudom, nem oda akartam. A közép, oda céloztam! Így azért most egy kicsit lehet, hogy legnehezebb fokozott volna. Nem vagyok annyira ügyes Joe ellen se, mint korábban, de... Nézzük, hogy mi van itt. Dobjad már! Lassú vagy, Joe! Lassú vagy! Csináljad! De ne ilyen jól csinál. Na nézzük, akkor mégiscsak a... Ez repül, mint az atom. Itt az atom állat, hova megy? Na. Egy. Legalább. Egy sem megy annyira jó. A közepes jobb volt. A közepes nehézség. Mint közepes súlyú. Picit jobb volt. Gyerünk bőle. Még így is több pontot szerezünk, mint én, szóval. Á, ez az egy, az mit, miért van ott az az egy? Ó, majdnem meg le. Győzd le! Csináld! Legyen vége a szenvedéseimnek. Amúgy abban a vége is a videónak. Na. De amúgy nagyon kíváncsi leszek, hogy nem nagyon van olyan játék még, ahol így a kezünkkel nagyon tudnánk kommunikálni, és ilyen nagyon szociális, hogy valami játék lenne VR-ban. Szóval kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz majd az, amikor tényleg a kezünkkel játszunk, és szórakozunk, és kommunikálunk a játék közben. Ez mindjárt kiesik. Duplát kell dobnia, és vége. Na basz. Ez megint nem jött össze. Ez a harmad nekem nehéz. Basz, és ilyen lassú... Ja, ma nem. Ez nem áll, miért nem? Menj! Hallod, menj már! Menjen addig! Most rózsaszín volt? Nem, nem. És megnyerte. Jól van, ügyes voltál. Kezet rázhatunk. Másik kezed, de... Mindegy, tudod... Nem, tudom, korona, öklözünk, jó. Na. Még akkor megmutatom azt, hogy... A Mars Station, ha már így kijött. Tehát ott is ugyanez az elrendezés van, mert mint hogy vannak körülöttem emberek, és... És akkor velük lehet... Hopp! Jó, single player, medium, Mars Station, látod, és akkor onnan mész, play, és annyi, hogy más lesz a környezet, tehát nagyon nem lesz semmi különbség, csak a környezet körülötted kicsikét megváltozik, nem nagyon, de egy kicsikét. Szóval ott van egy marsjáró, akkor itt vannak a táblák, itt van ugyanúgy Joe, nem tudom ki ő, de ő is itt van, és hát ennyi, ott van valaki fent, nem tudom, hogy ment oda, meg ott ketten vannak. Szóval, ja, és akkor ott a zenegép, szóval, igen, és akkor ha dobálni akarok, akkor ugyanígy, ugyanaz, mint eddig, tehát, na. Rá kéne nyomnom a start game. De most nem kezdek el új gémet, szóval ugyanúgy, mint eddig, szóval csak így dobálhatnék, és akkor kihívhatok embereket, meg minden ilyesmi. Tehát, ja, ott egy levegőztető masina, ők itt beszélgetnek, vagy nem tudom, de, ja, el vannak. Na, ennyi lett volna lényegében a Forever Darts-nak a bemutatója. Nem mondod, tudok tapsolni! Ez azért érdekes, mert a quest nem szereti, hogyha a két kezedet egybe rakod. De működik. Nem baj. Na mindegy. Szóval ennyi lett volna a Forever Darts-nak a bemutatója. Ó! Oh. Mik vannak? Na most már csak tudom használni.
És hát na, én szerintem jó játék lesz, de akkor, hogyha van akivel játszál, én javaslom, hogy akkor nyugodtan próbáld ki, mert ez tényleg egy ilyen közösségi élmény, egy közösségi cím. Jó, és mondom, a Forever Bowl-ból kiindulva, ez egy abszolút tök jó szórakozást tud nyújtani ez a játék majd, amikor megjelenik. De te úgyis akkor látod ezt a videót, mikor már megjelent, szóval az mindegy. Na jó, én megköszönöm nektek a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Hello, hello!